Köszöntöm kedves nézőinket! Újra nyitott Budapest ikonikus szórakozóhelye helye a Metroklub, ahol 33 év után újra fellépett Arató Andris sóvívő, akit rögtön meg is kérek, magyarázd el nekünk, mit jelent ez a szó, hogy sóvívő, mit visz ez a sóvívő? Az az igazság, hogy annak idején az folyamat üdvözlöm az EHO televízió nézőit, Díszgyoké néven jövevény szókért jött be. Ezt megpróbálták lefordítani, lemezlovas. És miután akkoriban óriási igény volt, hogy információt is kapjanak a fiatalok azokról a zenékről és előadókról, akiket hallanak és akikre akkoriban táncoltak, tomboltak, ezért mi, mint egy elte tudományos körbe elmondtuk ezekről az előadókról, amit meg tudtunk szerezni külföldi szaklapokból, hisz a 70-es évek elején Magyarországon egy heti lap volt a magyar ifjúság, egy havi lap a világ ifjúsága, illetve az ifjúsági magazin, ahol egy vagy két oldalon foglalkoztak a popzenével, de főleg a magyarokkal, de a külföldi előadók szinte semmi, úgyhogy viccesen azt szoktam mondani, hogy az első videodiszkót, azt mit csináltuk, aspektomat diavetítőről kifotóztuk a New Musical Expressből, vagy a bravó külföldi számaival az előadókat, és azokat kivetítettük a falra, hogy ne csak mi mondjuk el, hogy hány tagú, honnan jöttek, milyen nemzetiségűek, és miután egy-egy klubot annak idején nem fantázia néven láttak el, hanem például a Metro Klub a Metro zenekarnak volt a bázisa, de az legendás ötvös klub is Omega Klubként üzemelt, mert az Omega volt a házigazda, és a Metro Klubba a 70-es évek közepén, amikor én erre a pályára keveredtem, ott már dolgoztam, és nem csak a Metro zenekarral, mert ők elég hamar abba hagyták a közös munkát, hanem emlékszem rockzenekarokra is, P-mobil, sakmat, és ezek a buliknak is nem csak a lemezlovasa voltam, hanem a sóvivője, mert a rockzenét a diszkóval összekeverni, ezt egy csak egy show keretében lehetett, hiszen a rockzene az egy gondolkodtató és koncertműfaj, a diszkó pedig a párkeresés műfaja volt régen is, és most is. Milyen érzés neked, hogy ennyi év után újra megnyílik a metróklub, és ugye a te égiszed alatt tulajdonképpen? Amikor megkerestek a mostani üzemeltetők, Először azt hittem, hogy rossz helyre lépek be, mert a Metro Klub a maga bájával, a szociál stílusában, a kárpitozott faszékeivel, az előtérben lévő büféjével, így maradt meg bennem, mert ott nem csak a hétvégi partik voltak, hanem például a Vasúcai Kereskedelmi Iskola szallagavatói bárjait is ott tartották, és most egy 21. századi fény- és hangtechnikával, boxokkal, körbetükrös, hangszigetet, fantasztikus uh, klub. És megmaradt azért a klub hangulata, hogy milyen érzés. Elmondom, ilyenkor az ember, hogyha egy olyan helyre téved, vagy hívják, ahol már egyszer volt, akkor természetesen föltódulnak az emlékek, a régi haverok biztos látja a feleségem is ezt az adást, a régi csajok. <laughs> És ma annak örülök a legjobban, mert már túl vagyok egy-két rendezvényen itt a Metroklubban, hogy nem csak az a korosztály jön el, hanem a fiatalok is, akik beleérezhetnek, mert itt a Metroklubban két hetenként van a diszkó de a szórakoztatás legszélesebb repertoárját felvonultatja, hisz adott a hangtechnika, adott a fénytechnika, annak idején mi vittük a hátunkon meg kombitaxival a berendezéseket, itt pedig úgy érezheti magát bárki, akár idősebb, akár fiatal, ha bár én azt szoktam viccesen mondani, hogy én nem vagyok kerek, csak korábban születtem, mint a mai fiatalok, hogy kortalannak érzi magát. A Érzem, érzelmem, én minden egyes rendezvényre úgy készülök, hogy azok, akik már voltak a Karató diszkóban, és ezért még egyszer megtisztelik a jelenlétükkel a bulit, ne csalódjanak. Akik pedig először jönnek el, ezek főleg a fiatalok, akik mondjuk a papától, a mamától, a nővértől vagy a bátytól hallottak róla, és eleve minden generációban benne van, hogy egy kicsit lefikázza az előttük Járókat, mert hát ugye mi vagyunk az új generáció, New Generation az új generáció, és nagy örömömre szolgál, hogy a fiatalok rácsodálkoznak a régi zenékre, mert most már a videódisko az nem úgy üzemel, mint régen, hogy egy aspektum a diavetítőről megy, hanem videó kivetítőről mennek az eredeti klippek, szuper hangminőséggel, a fiatalok rácsodálkoznak, hú, hogy nézett ki a 70-es években a Bonnien, vagy az Eruption, vagy meg általában a divatra, a zenét azt általában ismerik a fiatalok is, mert ha elmennek egy-egy rendezvényre, akkor akár a tánczenekarok, akár, akár a hangulat megkívánja, hogy azok a zenék lemenjenek. Én nem szerettem azt a szót, hogy retro, mert minden generációnak más jelent. Az én generációmnak, a bátyám generációjának, illetve a nálam 20 évvel fiatalabbaknak is. Tehát az én műsorom címe zenés időutazás, a retrótól napjainkig. Na most az én generációmból ott lévő közönség pedig rácsodálkozik napjaink zenére, mert úgy szokták mondani az én generáció, hogy tucztus zene, techno zene, zene, de van napjainkban is olyan zene, amely 20-25 év múlva ugyanúgy retro lesz, mert fennmarad, mert dallamos, mert jól táncolható, mert érzelmeket vált ki. Szerinted mitől lesz egy ilyen buli, egy ilyen este, egy ilyen show, jó buli és jó show és ikonikus például a, a Metro Club? Mitől lesz az? Én úgy gondolom, hogy és itt nem csak a Metro Clubról beszélek, és csak azokról a rendezvényekről tudok beszélni, ahol én vagyok a sóvivő, és ez lehet a falé Eper Fesztivál, a Tihanyi Bor vagy például meghívtak az Angliában dolgozó magyarok is, hogy egyrészt érzik az, hogy aki a színpadon van, az mindent elkövet azért, hogy ők, a közönség jól érezze magát. A másik pedig, hogy a jelszavam, hogy arató diszkó, ahol csak a zene kábít. Legyen ez a végszó. köszönjük szépen, hogy eljött, és nagyon-nagyon sok, nagyon jó bulit kívánunk még neked, és természetesen magunknak is, köszönjük. Én is köszönöm a meghívás, és további szép napot, és ha már tavasz első napja van, mosolygos, napfényes tavaszt kívánok mindenkinek. Köszönjük! Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!